Szegléden járt ma a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely a térség országgyűlési képviselőjével és a város polgármesterével tárgyalt, sajtótájékoztatót tartott, adásunkkal egy időben pedig részt vesz az Antal József emlékére rendezett esten is. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Elkezdődött a patkarendezés, hamarosan az aszfaltburkolat is felkerülhet néhány dűlőre. Vállalkozói zónát alakítottak ki Nyársapáton, az ipari parkba összesen 6 cég települhet be. És egy nap 3 előadást, Szegléden koncertezett a 20 éves Talamba ütő együttes. A Ceglédi Városi Televízió pénteki híradóját látják, jó estét kívánok! A város jövőjéről, a jelenleg zajló fejlesztésekről is beszélt ma délután Gulyás Gergely Cegléden a város polgármesterével. A miniszterelnökséget vezető minisztert Földi László és Takács László fogadta. A találkozón több a város gazdasági növekedését elősegítő törekvésről is szó esett. Ma délután érkezett Ceglédre a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely. A politikust Földi László országgyűlési képviselő és Takács László polgármester fogadta. A találkozón főként Cegléd jövőjét érintő kérdésekről esett szó. Takács László beszélt az elmúlt évek, illetve a jelenleg is zajló városi beruházásokról, a városvezetés gazdaságélénkítő törekvéseiről. Szóba került a helyi termelők segítése is. Gulyás Gergely részt vett az Antal József emlékére rendezett esten is. A miniszter látogatásáról bővebben hétfői híradónkban számolunk be. Elkezdődött a patkarendezés azokban a dűlőkben, amelyek hamarosan mart aszfaltburkolatot kapnak. Pályázaton nyert az önkormányzat mintegy 100 millió forintot külterületi utak felújítására. A szakemberek az elmúlt hetekben folyamatosan dolgoztak, 8 dűlő kapott szortalapos, stabilizált burkolatot. Az értemen belüli a Névtelen, a Nullás, a Seres, a Pesti, az Orosz dűlő, az Istvánliget és az Őv utca. A mostani szortalapos burkolat csak átmeneti állapot, hogy a mart aszfalt réteg is felkerülhessen, ahhoz a csapadékvíz elvezetést, és természetesen a patkarendezést is el kell végezni. Ez a munka kezdődött el most. A mart aszfalt réteg a tervek szerint májusban kerülhet fel a dűlőkben. Vállalkozói zónát alakítottak ki Nyársapáton, az ipari parkba összesen 6 cég települhet be. Az első vállalkozás már le is tette az alapkövet ma délelőtt. Az ipari park kialakítására, valamint a cégek működését segítő modern inkubátorház létesítésére 98 millió forint uniós támogatást nyert Nyársapát. A remények szerint mielőbben épesül a vállalkozói övezet, és ezzel együtt még több nyársapáti tud majd helyben dolgozni. Itt az Epres utcánál alakították ki az ipari övezetet Nyársapáton. Most még üres a mintegy 2 hektáros terület, de a remények szerint hamarosan vállalkozások veszik majd birtokba, mondta a település polgármestere Kis Miklós ma délelőtt az ipari park avató ünnepségén. Ez a területünk itt adott infrastruktúrás, itt a villany, a gáz, szennyvíz, tehát minden, ami ez a létesítményhez kellett, és hát képviselőnek köszönöm azt, hogy ebben mindenben segített, és ez a kis ipari parkunk meg tudott valósulni. Összesen 6, egyenként 3300 négyzetméteres közművesített terület várja gazdáját. Az ipari park kialakítására és a leendő vállalkozók működését segítő, minden modern technikai eszközzel felszerelt inkubátorház építésére 98 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást kapott Nyársapát. A vállalkozói övezet komoly lépés, hogy minél több nyársapáti helyben dolgozhasson, mondta köszöntőjében az országgyűlési képviselő Földi László. Annak érdekében, hogy a falu megtartó képessége megmaradjon, létfontosságú, hogy helyben tudjunk adott esetben embereknek munkát adni. És nem igaz az, hogy csak a nagyvárosokban lehet ilyen nagy ipari parkokat kialakítani. A térségben több településen is vállalkozói övezet létesül, illetve bővül, tette hozzá a képviselő. Ebben a választó kerületben Újszilváson, Cegléden, Nyársapáton és Abonyban lesz ipari park. Abonyban egy 300 milliós beruházás van most kivitelezés alatt, Cegléden egy 500 milliós
ipari park bővítés lesz. A Modern Falvak program keretében pedig a térségben összesen további 280 millió forint jut majd fejlesztésre, mondta a képviselő. A nyársapáti ipari parkot a történelmi egyházak képviselői áldották meg. Áld meg ezt az ipari parkot, hogy mindazok, akik ebben dolgoznak, mindazok, akik ide betérnek. A nemzeti színszalag átvágása után pedig letették az első betelepülő vállalkozás alapkövét. A ceglédi óvodapedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket és a dajkákat is várták arra a szakmai napra, amit ma rendeztek a Városháza dísztermében. Az ilyen alkalmak célja, hogy a szakmabeliek megosszák egymással a tapasztalataikat, valamint újabb módszereket ismerjenek meg a nevelés területén. Negyedik alkalommal szervezték meg Cegléden az óvodapedagógusok szakmai napját. A nagy sikerű program iránt idén is nagy volt az érdeklődés, a Városháza díszterme szinte teljesen megtelt. Fontos, hogy az óvodapedagógusok és az ő segítőik céltudatosan együttműködjenek. Mennyire fontos az, hogy együtt megteremtsük azt a környezetet, amelyben a gyermekek jól érezhetik magukat, és hogy mennyire fontos az, hogy egyforma nevelési értékek mentén közvetítsük azt, amit a gyerekek felé szeretnénk elérni. A szakmai napon Hegedűs Ágota alpolgármester is köszöntötte az óvodapedagógusokat, dajkákat és pedagógiai asszisztenseket. Ez a nap rólatok szól, és értetek szól, valamint a gyerekekért. Köszönöm a szervezőknek, hogy az idén is érdekes témákat választottak, melyeknek tolmácsolását kiváló szakemberekre bízták. A városvezetés nevében is mondhatom, hogy nagy örömmel tölt el, hogy a ceglédi óvodapedagógusok összetartó közössége igényes a munkájára, és szakmai, emberi fejlődésére. A programon részt vett a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője is. Szabó Róza köszöntő beszédében úgy fogalmazott, fontosak ezek az alkalmak, ahol a pedagógiai szakmai programok segítik a megújulást és a tapasztalatcserét. A programon Nyíriné Diósi Gyöngyi óvodapedagógus vezetésével báb előadással készültek a gyerekek. A bábjáték nagyon komplex módon fejleszti a gyerekek személyiségét, kezdve a éneklési készséggel, a beszédkészséggel, anyanyelvi nevelés, sőt terápiás céllal is nagyon-nagyon jól alkalmazható. Ezt nekünk az óvodában is szinte napi szinten tudjuk használni. A bábcsoportot, mint fakultatív tehetséggondozó programot csinálom az óvodában, tehát tehetséges, rátermett gyerekeket várok jelentkezőknek. A kicsik nagyon élvezik ezt a fajta játékot, bár ez a megmérettetés kicsit nehezebb a számukra, jól helyt állnak benne, hangsúlyozta az óvodapedagógus. A szomorkásabb időjárás ellenére is nagy sikerrel rendezték meg újra a köztét ökopiacát, a másokak által megkedvelt és megszeretett esemény, ráadásul most egy gasztronómiai különlegességgel is kiegészült, az Alföldi Gasztroplac is csatlakozott az eseményhez. Helyi termelők és alkotók kínálták portékáikat most is az ordas közben. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a környezetvédelemre és a helyi áruk fontosságára is figyelmet felhívó esemény. Most pedig a gasztronómia még nagyobb szerepet kapott. Szakácsok és borászok foglalták el egy délutánra a Táncsics iskola udvarát, és a húsvét szellemében finomabbnál finomabb ételek készültek. Az eseményről hétfői híradónkban bővebben is beszámolunk. A pénz mindenkit érdekel, de tudni kell bánni vele. Ezzel a mottóval rendeztek pénzügyi szakmai napot a gimnáziumban, amely az idei tanévtől kiemelt pénziránytű iskola. Célja, hogy pénzügyileg tudatos fiatalokat neveljen. A pénzügyi tudatosságra nevelés csak az utóbbi néhány évben jelent meg a gimnáziumban. Az intézmény célja, hogy ezzel új hagyományt teremtsen az oktatásban. Gulyás Zoltán igazgató köszöntőjében elhangzott, három pillére támaszkodik a profil bővítése. A pénzügyi ismereteket beemelik a szaktantárgyi órákba. Emellett folyamatos és sikeres a versenyfelkészítés, valamint együttműködnek olyan szervezetekkel, amelynek célja a pénzügyi tudatosság megteremtése a középiskolákban. Kozma Sándor igazgatóhelyettes a programok főszervezője elmondta, a gimnázium kiemelt pénziránytű iskola, mindössze 5 ilyen van az országban. Természetesen a gimnazisták tovább tanulni fognak,
a jövő értelmiségét fogják adni, és tudniuk kell nekik is bánni a pénzzel, sőt, ha olyan pozícióba kerülnek, hogy ők esetleg szintén tanítanak, akkor ugye tájékozottnak kell lenniük, tehát eleve alapkövetelmény. Egy egyszerű magyar állampolgártól is ma már, hogy ne legyen devizahiteles botrány probléma. Tehát ez nagyon fontos, gimnáziumtól függetlenül is, tehát mi szeretnénk a korral lépést tartani ebben az értelemben is, hogy a mi diákjaink tájékozottak legyenek ezen a területen. A szakmai nap neves egykori diákok kerekasztal beszélgetésével indult. Dr. Szentpéteri Kálmán, a Szerencsejáték ZRT volt vezérigazgatója, Dr. Beck György, a Vodafone Magyarország ZRT elnöke, és Dr. Juhász István, az APEC volt elnök helyettes, emlékeztek az egykori diákévekre. Emellett beszéltek a szakmai pályafutásukról és kihívásaikról is. Dr. Beck György szerint fontos a diákokat minél előbb bevonni a pénzügyekbe. Azt gondolom, hogy a egyetemi lét az már egyértelmű, aki odaérkezik, az pillanat alatt látni fogja, hogy itt azért ez egy komoly kihívás. Középiskolás korban azért még a szülők tartják az ernyőt, és aki azért már ebben a korban is szembesülnek a dolgokkal, az mindenféleképpen előnyben van a többiekkel szemben. A gimnázium ebben a tanévben részt vett a készpénzmentes iskolák elnevezésű programban, valamint az ország három legjobb intézmények közé került készpénzfutamversenyen elért eredményeinek köszönhetően. Világkörüli útra invitálta az idén 20 éves Talamba ütőegyüttes a közönséget Cegléden. A Jazzpéntek rendezvény sorozat keretein belül Tahiti szigetéről, Karib térségből, Brazíliából és Afrikából is hoztak dallamokat, melyeket ütő hangszereikkel mutattak be a zenészek. A Talamba zenekar elmúlt 20 évének legfontosabb dallamait válogatta össze a ceglédi közönségnek. A jubiláló ütőegyüttes célja, hogy a zenei műfajok széles repertoárját mutassák be az emberek számára. Fogunk játszani természetesen a világ különböző pontjairól, Tahiti szigetéről, Karib térségből, Brazíliából, Afrikából, Balkán térségből fogunk játszani műveket, illetve egy nagyon mai, modern hangszert is beszeretnénk mutatni, ami a kicsit a jövőt jelenti. Ez a Maletkat nevű hangszerre egy nagyon érdekes kis kompozíciót állítottunk össze. Az 1999-ben alakult csapat tagjai diákként találkoztak és barátkoztak össze a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Akkor eldöntötték, hogy ütőegyüttest alakítanak. Ez nem volt egy egyszerű vállalkozás, mondta Zombor Levente. Tehát, hogy egy 12-13 kőkemény év előzte meg azt, hogy most már tényleg önállóan tudjunk a színpadon koncertezni szerte az országban, és most már az ország határain kívül is. Tehát ütőegyüttesben játszani egy óriási nagy szerelem, amit másképpen nem lehet csinálni. Ha az ember nem szerelmes ebben, amit csinál, akkor felejts el. Az idei jubileumi évnek természetesen lesznek nagyobb állomásai is. A tegnapi ceglédi fellépés is egy ilyen volt, hiszen nem csak este, napközben a gyerekek számára is tartottak hangszerbemutatót a zenészek. A zenekar nagyon várja a novembert is, amikor a Művészetek Palotájában lépnek fel Miklós Erika operaénekesnővel. Ez pedig a világon egyedülálló, hiszen még operaénekes nem dolgozott együtt ütőegyüttessel, mondta Zombor Levente. A zenészek mintáron koncertjét óriási taps fogadta, nem lepődnék meg, ha hirtelen megugrana az ütő hangszeres muzsika iránt érdeklődő gyerekek száma. Ezek voltak friss híreink, friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is nagyon szép hétvégét, jó pihenést, viszontlátásra!